Csökken a baloldali pártok népszerűsége, ez derül ki a Median legújabb felméréséből. A közvéleménykutató cég szerint a töredezett ellenzék nem veszélyezteti a Fidesz vezető szerepét. Ezt a megállapítást erősíti a 21. század intézet elemzése, amely szerint túlkínálat van az ellenzéki oldalon, amelyből egy konfliktusos DK-Momentum koalíció formálódik. Jöjjenek a részletek, Kata! Így van, jönnek a részletek, jó estét kívánok, Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzőjével. Egy kicsit elemezgetjük ezt a témát. Jó estét. Tehát ugye a közvéleménykutatás szerint a tavalyi vereség után az ellenzéki oldalon ugye összefogás helyét mondhatjuk azt, hogy a vetélkedés vett át. A jelenlegi számokra, a jelenlegi kutatási eredményekre hogyan reagáltak? Igen, tehát ugye az látszik a mai legfrissebb kutatásokból is, hogy a Fidesz-KDNP-nek a támogatottsága nagyjából ugyanott van, mint az április 3-ai választás alkalmával. Ugyanakkor a balliberális összefogás korábbi pártjai hát elkezdtek csökkenni, tehát egy ilyen 30% körül van ezeknek a pártoknak az összeadott támogatottsága, tehát alacsonyabb, mint egyébként fél évvel ezelőtt, tehát azt jelenti, hogy nem tudtak profitálni a gazdasági válságból sem, pedig ezt remélték. Tehát azért, hogyha megnézzük ezeknek a politikusoknak a nyilatkozatait, a belsős fórumokon a különféle kiszivárgó információkat, akkor ők ugye azt remélik, hogy a mostani gazdasági nehézséget, válságot kihasználva, arra ráülve politikai haszonra tudnak szert tenni. Ezt eddig egyáltalán nem lehet látni. Azt lehet érzékelni, hogy Gyurcsány Ferenc még inkább megerősödött. Tehát a mostani felmérési adatokból is látszik, hogy gyakorlatilag a DK az egyedüli baloldali párt, amelyik komolyan vehető, a többi például az MSZP 1%-on áll, LMP 2%, a Párbeszéd is ilyen zéró támogatottsággal rendelkezik, tehát nagyon sok párt látható, ugyanakkor nem rendelkeznek érdemi támogatottsággal. Na mindjárt rátérünk ugye Gyurcsány Ferencre és az ő dominanciájára, de előtte állítsunk már egy párhuzamot, hogy mi lehet az egyik oldal gyengesége, és ezzel szemben miben van a kormánypárt erőssége? Ugye azt látjuk, hogy egy válsághelyzetben a választók azt várják el, hogy gyorsan reagáljon a kormányzat, határozott legyen és erőt tudjon felmutatni. Ezt ugye látják a kormány oldalon, ez is tapasztaljuk azt, hogy egy ilyen válsághelyzetben is, ugye a háború kirobbanásakor is ezt láttuk, inkább egy kormányzóképes politikai formáció fele húznak és arra húzzák be az X-et mondjuk egy választás alkalmával. Ezt látjuk a mostani felmérésekben is, tehát hogy a háborút melyik oldal kezeli jobban, melyiknek vannak jobb válaszai erre a jelenségre, akkor egyértelműen a jobb oldalt hozzák ki nyertesnek a választók. Ugyanez a helyzet a szankciók kapcsán. Tehát ugye fontosan látjuk a felmérésekben, hogy a szankcióknak az elutasítottsága az ilyen 70-80% között mozog a magyar társadalmon belül, és látják a balliberális oldalon, hogy egy erőteljes szankciópárti álláspontot képviselnek ezek a politikusok. Tehát például a Momentum fizetett hirdetésben hirdeti azt, reklámozza azt, hogy a szankciók szerintük működnek. Gyurcsány Ferenc és a többi balliberális politikus is egyértelműen egy erőteljes szankciópárti álláspontot képvisel, tehát ez is a fő ok annak, hogy nem tudnak erősödni, hiszen a magyar társadalomnak a többségével mennek szembe ismét, amikor például szankciópárti álláspontot képviselnek. Ugye a másik oldalon, a jobb oldal pedig fontosan mondja, hogy a szankciók rosszak, és ugye Orbán Viktor is az uniós csúcsokon elérte azt, hogy egyetlen egy olyan energiaszankciót se kelljen megszavaznia, ami Magyarországra vonatkozna, tehát Magyarországra vonatkozó energiaszankciót nem szavazott meg, ezt pedig a választók díjazzák. Láttunk valamit? Van valami kiútkeresés az ellenzéki oldalon? Ugye, amit tapasztalhatunk, hogy a DK és a Momentumnak egy ilyen viadala, vagy ilyen párharca kezd kialakulni, ahol egyértelműen Gyurcsány Ferenc látszik nyertesnek, mert ugye a Momentumnak van egy Gelencsér Ferenc nevezetű pártelnöke, aki meglehetősen tapasztalatlan, ismeretlen politikus, és az elmúlt hónapokban sem tudott átütő sikert felmutatni, éppen ellenkezőleg kudarcot kudarcra halmozott, és még a balliberális oldalon belül is azért nagyon sokan kritizálták az elmúlt hónapokban, tehát egyértelműen Gyurcsány Ferenc az ő több évtizedes tapasztalatával a tárgyalóasztaloknál és a nyilvánosságban is sokkal nagyobb erőt tud felmutatni, és sokkal ügyesebben tud politizálni, mint a Momentum, ezért tapasztaljuk azt, hogy a többi párt egyértelműen a DK-tól függ, ugye látjuk a budapesti fejleményeket, Újpesten a Momentumos polgármester átlépett a Demokratikus Koalíciónak a frakciójába, most már a fővárosban egyértelműen megkerülhetetlen a Demokratikus Koalíció.
koalíció. Gyurcsány Ferenc személyesen lett a budapesti DK-nak a vezetője, tehát innentől kezdve könnyen belátható, hogy már 24-es választásra készülnek, ahol Gyurcsány Ferenc a baloldal utolsó ilyen fellegvárának számító fővárosban saját magának akarja gyakorlatilag az összes fővárosi polgármesteri helyet. Most az árnyékkormány megalakításával is, ugye, tehát hogy ezzel Gyurcsány Ferenc teljesen egyértelművé tette, hogy nem gondolkodik összefogásban. Mennyire lehet ez hosszú távon életképes? Hát annyira nem gondolkodik összefogásban, hogy egyértelművé tette, hogy szerinte ez az árnyékkormány az alternatíva, és ez a baloldali árnyékkormány. És arról is beszélt Gyurcsány Ferenc egy másfél hónappal ezelőtt adott interjújában, hogy például az előválasztás sem támogatja. Tehát, hogyha majd dönteni kell például a főpolgármesternek, vagy a főpolgármester jelöltjének a személyéről, ugye Karácsony Gergelyről, most sem fogja majd támogatni az előválasztást, tehát a tárgyalóasztaloknál akarja eldönteni, ahol ő lesz a legerősebb, ő neki lesz a legerősebb lapja a kezében. Tehát innentől kezdve könnyen belátható, hogy ott is a DK-nak az akarata fog majd érvényesülni, és hát ez azt eredményezi, ami a DK-nak az indulásakor is egyértelműen cél volt, ugye a nevében és benne van a pártnak, hogy demokratikus koalíció, hogy ez egy ilyen gyűjtő pártja legyen gyakorlatilag ezeknek a balliberális formációknak. Magyarra lefordítva Gyurcsány már azt fogja mondani, hogy vagy csatlakozol a DK-hoz, vagy a mi jelöltünk leszel, vagy mehetsz a levesbe, mert önállóan nem fogsz majd bejutni sem a önkormányzati helyekre, sem a parlamentbe. Tehát akkor az továbbra is elmondható, és határozottan az kijelenthető, hogy továbbra is Gyurcsány Ferenc dominálja a baloldalt? Olyannyira, hogy ez a dominancia erősödött. Ugye ezt tagadták a választási kampányban a baliberális oldal, ami számtalan alkalommal felhívtuk a figyelmet arra, hogy neki lesz a legerősebb frakciója a parlamentben, innentől kezdve ő diktálja a feltételeket, az ő dominanciája megkérdőjelezhetetlen. Ugye ezt tagadták, most már azért kezdik el ismerni a baliberális oldalon is, és hát érzik, hogy nagyon nincsen választási lehetőség. Tehát vagy beállnak a sorba, csatlakoznak a DK-hoz, vagy azt a politikát fogják képviselni, mint amit Gyurcsány Ferenc képvisel, vagy onnantól kezdve politikailag teljes mértékben eljelentéktelenek. Ugye ezt látjuk a legfrissebb felmérésekben is, hogy a többi párt az önállóan nem jutna be ma a parlamentbe. Tehát, hogyha ezt középtávon, vagy esetleg a jövőben nézzük, vagy hosszú távon, tehát ugye ennek milyen következménye lehet? Ennek az lesz a következménye, hogy a balliberális oldal gyakorlatilag betagozódik egy egységes ilyen gyűjtőpártba, tehát valószínűleg a 24-es önkormányzati választás lesz egy olyan fordulópont, ahol kész tények elállítja majd Gyurcsány Ferenc a többi balliberális pártot és politikust, és onnantól kezdve a 26-os parlamenti választás lebeg majd ugye a szem előtt. Ennek egyetlen az lesz a következménye, hogy a balliberális oldal nem nagyon fog majd tudni erősödni, mert ugye azt is látjuk, hogy egyébként Gyurcsány Ferencnek magas az elutasítottsága, ugye ez is a problémája a balliberális oldalnak, hogy van egy kemény mag, egy tábor, amelyik rajong Gyurcsány Ferencért, de azért a balliberális szavazókat is megosztja az ő személye, tehát gyakorlatilag nyernek valamit, mert tud egy picit erősödni a DK, de a másik oldalon megveszítenek azzal, hogy a teljes népességen belül ez az árnyék kormány nem nagyon tud népszerű lenni. Deák Dániel, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.